Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. Tanszergyűjtést hirdetett az önkormányzat. Olyan még használható iskolatáskát, toltartót, ceruzát, festéket várnak felajánlásként, amely még másnak segítség lehet a közelgő iskolakezdéshez. A felajánlott eszközöket augusztus 9-ig lehet leadni a város önkormányzatánál. Önkormányzati tanszergyűjtés zajlik Kisteleken. Mit kell tudni erről? Azt kell előtt tudni, hogy kitaláltam, hogy vannak olyan dolgaink otthon ugye a gyerekeinknek, amit nem használtak, vagy nagyon keveset használtak, de nem tudunk velük mit kezdeni, akkor ezt be lehet ide hozni az önkormányzathoz, mi összegyűjtjük ezeket a dolgokat, és olyan gyerekeknek eljutatjuk, akiknek tényleg szükségük van rá. Ez az egyik oldala. A másik oldala az, hogy próbáljuk egy kicsit a gyerekeket arra tanítani, hogy milyen jó adni. Hogy például abból indult ki ez az egész dolog, hogy az én kislányom szeretett volna egy új hátizsákot. De nem volt neki szüksége új hátizsákra, még tudta volna használni a régit is, és megbeszéltük, hogy ha ő ezt a hátizsákot odaadja valakinek, akinek tényleg szüksége van rá és használja, akkor kaphat egy új hátizsákot. Úgyhogy két oldalról próbáljuk megközelíteni ezt a dolgot. Egyikről azt, hogy segítsünk azoknak, akiknek tényleg szükségük van rá, és problémát okoz egy iskolai táska megvétele, egy toltartó, egy különböző felszerelések, meg arról a gyerekekbe próbáljuk kicsit ösztönözni ezt, hogy jó adni. Nem kell, hogy otthon legyen három csomag zsírkrétát, mert igazából minek? Egy is elég, vagy kettő is, és ebben jót teszel, hogyha a harmadikat odaadod valakinek. Milyen fajta tanszer felajánlásokat várnak? Mindenfajta tanszer felajánlást várunk, mindent várunk, ami igazából kapóra jöhet a gyerekeknek az iskolában. Iskolatáskát, toltartót, füzeteket, ceruzákat, fisztollakat, festéket, temperát, tornacipőt, minden olyat, ami még jó minőségű. És igazából azt fogjuk csinálni, mert nagyon sokan kérdezték, hogy nekik darab ceruzáik vannak, használt fisztolluk, használt temperájuk, hogy ezeket is összegyűjtjük, és hogyha egy nagyobb tétel összejön, akkor ezt elviszük az óvodának, meg a bölcsödéknek, hogy használják ott a gyerekek, mert ugye nekik nincs arra szükségük, hogy ez egy csomag legyen, hanem nekik darab ceruzák is nagyon-nagyon-nagyon jók használhatók, meg vízfestékek, temperák. Hová és meddig lehet behozni ezeket a tanszereket? Ide kellene behozni a Kistelek Városi Önkormányzathoz, augusztus 9-e a határidő. Preferáljuk, hogyha a gyerekek hozzák be, és ők adják át ezeket a dolgokat. Igazából csak itt az önkormányzatnál bárkinek le tudják adni. Ha ide jönnek a kettes irodába, akkor annak csak külön örülünk. Kik kaphatják meg az összegyűlt tanszereket a jövőben? Próbálunk arra figyelni, hogy tényleg olyanok kapják meg, akiknek szükségük van rájuk, ezért én segítséget is kértem az illetékesektől. Az egyik részét, a másik részét, ami ilyen tényleg megkezdett vízfesték, tempera, ceruzák, zsírkréták, azokat meg az óvodának mi fogjuk el juttatni. Ezt, amit itt láthattok az asztalon, ezt körülbelül 4 család hozta be, tőlük kaptuk. Nyugodtan lehet behozni csak egy darab ragasztót is, azt is szívesen fogadjuk, vagy egy darab vízfestéket, vagy tornazsákot, bármit lehet hozni, nem kell egy csomagot hozni. És hogyha valaki úgy érzi, hogy szüksége lenne egy iskolatáskára, vagy egy toltartóra, az nyugodtan keressen meg direktbe engem is, nagyon szívesen segítünk. Írjatok e-mailt, vagy hívjatok telefonon, bármiben, amit tudunk segíteni, keressetek bátran. Július 15-től úszó- és sporttábor tartottak Kisteleken. Az 5 napos tábor során különféle úszási technikákat is elsajátíthattak a gyermekek. Mindemellett játékos kikapcsolódásra is lehetőségük nyílt. Július 15-től egy úszótábor indult el itt Kisteleken. Mit lehet tudni erről a táborról? Egész pontosan úszó- és sporttábor. Ezen a héten a felsősök táborát tartom. Többnyire az úszás dominál és a technikai fejlesztés, de azért igyekszem sokféle programmal színesíteni a tábor mindennapjait. Milyen programok várják itt a gyermekeket? Sportcsarnokban labdás játékok, csapatjátékok és ügyességi vetélkedők voltak eddig. Akkor a mai napon kipróbálhatták gyerekek a falat, falmászást biztosítottunk számukra, beülővel teljesen szabályosan, fölmehettek akár a fal tetejéig is. Még olyan plusz programjaink voltak, mint például tegnap elbicikliztünk Ópusztaszerre, onnan átültünk egy buszra, a Nádastóra mentünk, ahol nyílt vízi úszásoktatás volt. A bányatovat úsztuk át keresztbe többször, felügyelet mellett, illetve hosszába is edzettünk.
és persze strandoltunk. Vár ránk még egy kiskunfélegyházi strand, ahol szintén kültéri úszóedzés lesz és strandolás, és még vár ránk az úszodai úszásoktatáson kívül Szegeden egy sárkányhajózás, ahol a gyerekek a Tiszán kipróbálhatják evezési tudásukat. Tábor során úszásoktatásra is sor kerül. Hogyan történik ez? Hát én felmérem az első napon, hogy ki hogyan úszik. Sok mindenkit ismerek közülük. Csoportosítom őket, és ez alapján oktatom. Van, akinek csak technikafejlesztésre van szüksége, mert már jól tud úszni, van, aki még nem tud úszni, és őket persze próbálom megtanítani, amennyire lehet ennyi idő alatt. Mennyire népszerű ez a tábor jelenleg? Hány gyermek vesz részt? Én úgy gondolom, hogy évek óta elég népszerű az úszói sporttábor. Jelenleg 17 gyerek vesz részt a felsősök táborába, a jövő hetibe pedig a kicsiknél 24 főt várok. Terveznek-e a jövőben hasonló táborokat indítani? Természetesen tervezek. Én máron 18. éve csinálom az úszói sporttáboromat. Még annyit szeretnék megemlíteni, hogy a ProHarmonic Egyesület támogatásával, a Nemzeti Együttműködés Alap támogatásával is megy végbe ez a tábor. Táborban vannak még úszni nem tudó gyermekek is. Hogyan történik az ő oktatásuk? Milyen eszközök segítik a tanulást? Hát nagyon szeretünk azért különböző segédeszközöket használni, mert azért önállóan megtartani magukat az elején például az is problémás, és akkor van itt ez a kék úszódeszka, ez azért segíti őket fönntartani a vízen könnyebben, illetve a felállást is segíti. Ha meg ügyesek, akkor az úszódeszkát már arra használjuk, hogy a lábtempójukat erősítsem például. A másik például ez az úszóbója, ez a láb közé kell tenni, és a kar erősítésére szolgál, kar technikázására. Akkor a vízszoktatásnál különböző merülő eszközöket szoktunk használni, ezek lemerülnek a medence aljára, és nagyon izgalmas játékokat lehet vele játszani, ki tudja ügyesebben fölhozni, illetve többet felhozni, sokfajta lehetőség van. Meg van még a vízinudli, ami segíti őket még jobban fönntartani a vízen, tehát tényleg nem merül el, és a mellúszásnál a levegővitelt remekül lehet vele tanítani. Mennyire tanulható ez a fajta mozgásforma? Elég 5 napra? Van már egyfajta előképzettségük, tehát nem vízszoktatással kezdek, hanem már azért le tud bújni a víz alá, föl tud állni, siklani tud hason háton, elképzelhető, hogy 5 nap alatt megtanul úszni. De az úszás, egy jó úszástudáshoz azért rendszeres úszásoktatásra van szükség, én azt gondolom, hogy legalább 1 év. Akkor ez elmondható, hogy ebben az 5 napban az alapvető mozgásformát már meg tudják tanulni a gyermekek itt. Meg tudják tanulni, de az, hogy ez jól rögzüljön és bármilyen körülmények között használni tudja, ehhez erre több idő van. Viszont aki már ügyesen úszik, fejleszteni, technikafejlesztésre kiváló, meg egy lökésre is nagyon jó, illetve arra is, hogy ha kedvet kap valaki az úszásra, szeptembertől járhat egyesületbe is, például úszóedzésre, hobbiúszásra, versenyúszásra is van már lehetőség, külön magánúszásoktatásra is sokfajta lehetőség van. Milyen lehetőségei vannak azoknak a gyerekeknek, akiknek itt most megtetszik ez az úszás? Van lehetőség ősszel csatlakozni egyesülethez? Igen, a Kisteleki Úszó Egyesülethez például csatlakozhatnak, annak én vagyok a vezetője és az edzője is. Ott is tudom csoportosítani őket, aki csak hobbiból szeretne úszni, arra is van mód, illetve aki most már a komoly versenyúszás világába szeretne részt venni, arra is van lehetőség. Illetve van még itt az úszodában gyógyúszás is lehetőség, meg külön úszásoktatásra magánjelleggel. Július 15-től a Kisteleki Kincses-sziget játszóház idei első nyári táborát tartotta. Az 5 napos táborban számos izgalmas program, még aranymosás is várta a gyermekeket. Idén 3 táborral is várja a gyermekeket a játszóház. A Kincses-sziget játszóház nyári táborában vagyunk. Mi zajlik a háttérben? Hát éppen most aranymosás van. Tavaly volt az egyik kedvenc a gyerkőcöknek, ezért úgy gondoltuk, hogy idén is megtartsuk. Számos program várja itt a gyermekeket a hét folyamán. Milyen programok ezek? Hát, nagyon sok mindennel próbálunk készülni, de a meleg miatt ugye nem jön annyira össze. Medencézés, vízibomba az egyik kedvenc, trambulinozás, kézműveskedés, ami meglepően a fiúkat is leköti, de nagyon örülünk neki. Még holnapra tervezünk sétahajózást, reméljük az is tetszeni fog nekik. Mennyire népszerű ez a nyári tábor itt Kisteleken? Hát úgy vesszük észre, hogy elég sokan szeretnének jönni. Tavaly volt ugye az első, és hála Istennek a tavalyiak is visszatértek idén, aminek nagyon örülünk. Terveznek-e még hasonló táborok itt a nyár folyamán? Igen, még lesz 2. Sajnos azok már tele vannak, de hát örülünk neki. És
Kicsit visszatérve ide a programokra, itt vagyunk a helyszínen, a tábor fő helyszínén. Milyen lehetőségei vannak itt a fiataloknak? Hát, amit észrevettünk, nagyon szeretnek, vannak ugye háziállataink, tyúkok, kacsák, azokat nagyon szeretik etetni, itatni. Akkor a trambolinozás, akkor festés nagyon megy, tollragasztás, gyöngyfűzés, fiúkat is leköti, hála Istennek, úgyhogy mindenki nagyon élvezi. Szeptember 7-én rangos nemzetközi táncversenynek ad otthont a Városi Sportcsarnok. A ProArt Elite Tánc Akadémia szervezésében megvalósuló egésznapos versenyen több táncműfajjal is találkozhatnak az érdeklődők. Nemzetközi táncversenynek ad otthont idén szeptember 7-én a Kisteleki Sportcsarnok. Mit lehet tudni erről a versenyről? Igen, örülünk, hogy ebben az évben ismét megrendezhetjük a Kistelek Open-t, ez lesz a 19., úgyhogy jövőre valószínűleg egy nagy jubileumi versenyünk lesz. Nemzetközi verseny, tehát várunk szeretettel sok versenyzőt a világból, tehát hogy több országból. A kategóriák, az Pro-Am kategória az ugye azt jelenti, hogy egy kezdő táncos táncolhat egy profi táncossal, tehát lesz ebben a kategóriában is verseny, majd lesznek az Open kategóriák, ami junior korosztály, ifjúsági korosztály, felnőtt korosztály és profi korosztály is lesz, tehát hogy meg senior korosztály, tehát hogy minden korosztályban indítunk versenyt, úgyhogy várjuk szeretettel a versenyzőket, a közönséget persze, mert szerintem ez egy új stílusú verseny lesz, úgyhogy mindenképp érdemes megnézni. Milyen fajta táncokat látod a közönség? A táncok az úgy, mint a versenytáncban, ugyanazok szamba, csacsa, rumba, pazó, dzsáva, latin, a standard táncok ugye a zangor, kelingő, tango, bécsi és a slow fox, quick step, tehát hogy ugyanazokat a táncokat láthatjuk. A Pro-Am kategóriában lehet még egy argentin tango vagy American smooth, de az open kategóriákban most még a verseny, a normál versenytáncok, tehát ami minden versenytáncos tud, a 10 tánc. Hányféle korcsoportban történik itt majd a verseny? Ugye azt mondtam az előbb, hogy junior, ifjúsági, felnőtt, senior, senior 1, senior 2 és profi. Úgyhogy eléggé sok kategóriánk lesz. Nemzetközi verseny révén nem csak magyar versenyzők, hanem külföldről érkező versenyzők is szerepelni fognak itt ezen a napon. Igen, igen. Több országból jöhetnek hozzánk, és a pontozók is ugyanúgy, ugye nemzetközi pontozóink lesznek, több országból jönnek ők is. Másnap lesz egy workshopunk 8-án. Egy-két tánctanár marad, hogy tanítsa az ifjúságot. Mit lehet tudni erről a workshopról? Melyik táncot fogják bemutatni? A workshopban lesz latin közös óra és standard közös óra. Majd ez a kettő még a meglepetés, hogy kik fognak tanítani. Lezárult a nevezés a Csongrád Csanád vármegyei bajnokságokra. A Kisteleki Testedző Egyesület a megyei harmadik vonalban szerepel ősztől. Stábunk a csapat vezetőjével, Vince Ferenccel erősítésekről, felkészülésről, kitűzött célokról beszélgetett. Gyertek ide! Gyertek ide! Szép volt! Gyertek ide! Gyertek ide, kite! Kicsi! Gyertek ide! Köszönjük az egész évet, hogy a legalábbisabb szurkolóval köszönjük. Szép volt, fiú! Gyertek ide! Gyertek ide, kite! Edzőmeccsekkel hangol az őszi szezonra a Kisteleki Testedző Egyesület. Mik a tapasztalatok eddig? Hát az első edzőmérkőzésünk igazából most megvolt, Szatymár csapatát fogadtuk, kicsit még ilyen felforgatott kerettel, mert több távozunk, több érkezünk volt, de hál' Istennek jó, hogy jött ki a lépés, elég jó összeszoktuk, vagyis úgy látszik, hogy össze tudunk szokni, ez hazai sikerrel,
vettük ezt az akadályt, 7-1-re megnyertük a mérkőzést. Most következő mérkőzésekre koncentrálunk. Kicsit nehéz lesz is így nyáron, amikor a nyaralási időszakok vannak, de legalább mindenki tud mozogni. Idén ősszel a Vármegye harmadik osztályában szerepelhet a kisteleki csapat. Milyen várakozások vannak itt az idény előtt? Igazából a vezetőségnek nem volt most elvárása. Mi mindenképpen az a fél, hogy bennmaradjunk, így első szezonunkban megye háromba, de a keretben én látom, hogy ez a jó középmezőny, illetve a dobogó közeli állapot is meg lehet. Bízunk benne. De ez ugye majd hosszú a szezon, nem tudjuk, hogy milyenek az ellenfelek. Még sok a kérdőjel. És ha már a keretről beszélünk, több játékos távozott, illetve többen érkeztek is. Hányan érkeztek pontosan? Igen, igazából 6 játékosunk távozott, és ez helyett 10 játékos sikerült igazolnunk több helyről. Honnan érkeztek ők? Magasabb osztályból? Megye 3-ból jöttek többen ülésről, ugye ülés visszalépett a megye 3-tól, több játékost sikerült ugye egybe elcsábítani, illetve van újrakezdő játékosunk is, meg külföldről hazatérő is. Harkányból is igazoltunk egy játékost, aki ide költözött, meg Dózból jött haza egy veteránunk. Az ifi csapatból lesz-e olyan játékos, aki fel fog kerülni a felnőtt csapathoz idén össze? Alapvetően 2 túlkoros játékos, vagyis kiöregedett játékosunk van, aki mindenképpen itt marad, és velünk fog tovább venni, de van több ifista játékosunk is, aki még ilyen 17 éves, és jár már edzőmeccsre is jön velünk, és úgy érzem, jó be tudnak illeszkedni ők is, és jó is érzik magukat. Nem csak a bajnokságból, hanem a Magyar Kupa Csongrád-Csenár vármegyei szakaszából is állni fog az ősz. Itt milyen várakozások vannak? Megye 2-es röszkét fogjuk majd fogadni. Igazából mi úgy tekintünk erre egy kis, mint egy edzőmérkőzésre. Tehát nem a célunk az, hogy most tovább isünk a kupából, egy jó kis edzőmérkőzésként vezetjük ezt az egészet majd. Mikor lesz ez a meccs? Ez 17-én, de augusztus 17-én lesz megrendezése. 5 órási kezdés van tervezve, de ez még ugye folyamatban van, mi vagyunk a pályaválasztók, ezért mi adjuk majd be, hogy mikor kezdés legyen. Elkészült a bajnokság sorsolása is. Már lehet tudni, hogy az első fordulóban a kisteleki csapat Makui második csapathoz fog látogatni. Mit hozhat a jövő a bajnokságban? Hát Makót azt nem ismerjük igazából, de ott biztos, hogy a megye 1-es keret is ugye erős, és szerintem onnan is, hogyha úgy van, akkor adni fognak le játékos, tehát azzal készülünk el, hogy nem a legkönnyebb mérkőzés lesz nekünk a megyei harmadosztályban az első. Meglátjuk, hogy álljuk a sarat. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben beszámolunk egy kisteleki úszósikerről, ellátogatunk a balástyai zsírégető kerti partira, és a Magyar Continental Singers fiatalokból álló csapatának koncertjét is meghallgathatják. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!